szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy ennyien itt tetszenek lenni. Egy borzasztóan érdekes téma lesz a mai előadásnak, vagy inkább beszélgetésnek az anyaga. Lehet, hogy elcsépeltnek tűnik, de azt gondolom, hogy a betegség gyakorisága miatt ez egyáltalán nem elcsépelt téma, ez pedig a cukorbetegség lesz, és a cukorbetegséget megelőző, talán már tetszettek hallani róla, metabolikus szindróma. Na nem kellettől megírni, hogy úristen, mi fánt ez a csodabogár. Talán, ha meghallgatják azt, amit szeretnék elmondani, akkor világosabbá válik az, hogy miért retteget kór ma a világon a cukorbetegség. Annyit hagy mondjak el érdekességképpen, hogy Krisztus születése előtt már 1500 évvel írtak a cukorbetegségről. És ez egy fantasztikus dolog, és nagyon pontosan leírták már akkor a betegségnek az egyik fő-fő vezető tünetét, azt, hogy a szegény, szerencsétlen beteg ember sokat pisil. Aztán teltek az évszázadok, és Krisztus előtt 200 évvel már a görög orvosok nevén is nevezték, és azt mondták, hogy diabénius, ami azt jelenti, hogy bőséges pisilés, bőséges vizeletürítési betegség ez az egész. És csak hosszú idő múlva jöttek rá arra, hogy tulajdonképpen nem is egy, hanem kétféle ilyen betegség is van, amikor a betegek az életüket szó szerint a csap, az ivóvizes csap és a WC között töltik el, ugyanis létezik egy másik betegség, amikor az agyban keletkezik egy hiba, ezek a betegek is nagyon sokat vizelnek, de rájöttek arra sok száz évvel ezelőtt, hogy ezeknek a betegeknek a vizelete nem édes, a cukorbetegeké meg édes. És ezért is nevezték el a mellitus szóval a sok vizelet ürítést, a mellitus az a mézédeset jelenti. Hát nagyon érdekes, tessenek elgondolni, hogy sok száz évvel, meg 1500 évvel ezelőtt vajon hogy vizsgálták az orvosok, vagy a felcserek a vizeletet? Így. Ez volt a módi. Akkor még nem volt tesztcsík, meg nem volt laboratóriumi vizsgálat. No, és aztán hála Istennek rájött arra egy Langerhans nevű tudós, és az ő nevét mindenképpen szeretném megemlíteni, aki rájött arra, hogy ennek a betegségnek a forrása, a kiinduló pontja a hasnyálmirigyben van, mert a hasnyálmirigyben létezik olyan kis szigetcsoport, ami inzulin termel, pontosabban egy olyan anyagot, ami a vércukor csökkentésére alkalmas. És körülbelül az 1920-as években alkalmazták először az inzulint embereken. Tehát addig voltak olyan betegek, akik bizony belehaltak rövid idő alatt a cukorbetegségbe. Miért fontos erről beszélni? Egyrészt azért, mert az mindenki számára ismert, és tényleg a médiákon, a reklámújságokban, mindenhol ezt lehet hallani, hogy a szív- és érrendszeri betegségeknek a száma az harmadik évezredben jelentősen megnőtt. Tehát a haláloki statisztikákban ezek vezetnek, és nem a rákos betegségek. És a szív- és érrendszeri betegségek annál könnyebben alakulnak ki, minél inkább nincsen rendben az illetőnek az anyagcsere helyzete. Tehát történetesen a cukorbetegeket ez a korság, a korai szív- vagy agyhalál sokkal nagyobb számban érinti, mint a nem cukorbeteg lakosságot. Azt is meg lehet figyelni, és ez is egy elfogadott és ismert tény, hogy ha valaki cukorbeteg lesz, akkor a várható átlag élettartama legalább 8-10 évvel rövidebb, mint egy egészséges emberé. Hát ez is azt mutatja, hogy hűha, ezzel a betegséggel nagyon kell foglalkozni. És én, mint angiológus, sajnos nap mint nap szembesülök azzal a ténnyel is, hogy az érszűkület, főleg az alsó végtagokat érintő érszűkületes betegség, és annak a végstádiuma,
Tehát a menthetetlen üszkösödés, ami aztán amputációba torkollik, ez is a cukorbetegeknél 50%-kal gyakrabban fordul elő. Tehát azt szoktuk mondani elrettentő példaként, hogy azok a lábak, amiket elveszítenek a betegek, azok vagy trauma, tehát baleset következtében vesződnek el, vagy pedig nagyon sok esetben a cukorbetegség miatt. Nagyon érdekes az is, hogy vajon hol terjed annyira a cukorbetegség. Gondolnák-e, hogy minél fejlettebb egy társadalom, minél inkább jólét van a lakosság körében, a cukorbetegség annál inkább fenyeget. Tehát megfigyelték azt, hogy például ugye mindig emlegetik, hogy Észak-Európában, Norvégiában, a skandináv államokban óriási szociális jólét, nagyszerű szociális háló működik. A világon ott a legnagyobb a 100 000 lakosra előforduló új cukorbetegségek megjelenése. Ott minden évben 100 000 lakosból bárkit megnézünk, megvizsgálunk, körülbelül 36 új cukorbeteg fedezhető fel. Magyarországon ez a szám szerencsére 6 és 7 között van. Azért van különbség. Tehát jó, hogy sokan szeretnék, ha mindig chipsz kerülne az asztalra, de én a chipszadóval nagyon egyetértek, mert az az egyik rákfenéje és az elindítója a cukorbetegségnek. Vagy például dél-amerikai országokban, tehát a gyorsan fejlődő országokban ilyen 26-28 új megbetegedéssel lehet számolni. Ugyanakkor Mexikóban, ahol túlnépesedés van, és nincs pénz, és sajnos szegényebbek az emberek, ott egy az évi új esetek száma 100 000 lakosra. Nagyon megdöbbentőek ezek a statisztikák. No, hát azt gondolom, hogy ez elég meggyőző érv ahhoz, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mitől lesz valaki cukorbeteg. Most jön a rajz. Kedvenc bábunk. Tetszenek így látni? Itt jön a lába. Egy kicsit tömzsire sikerült, de nem ez a lényeg. Itt van a gyomra. Aztán kanyarodnak a belei. De nekünk csak ez fontos. És itt helyezkedik el a hasnyálmirigy. Itt pedig ez a gyomra, ez a hasnyálmirigye, jól kiemeljük, mert ő a bűnös. És tegyük még be valahova, hát egy kicsit a mellkasába csúszott a gyomor, úgyhogy ettől tessenek elvonatkoztatni. Itt van valahol a mája, ami szintén nagyon fontos. A szervezetünknek, tetszenek így látni, lehet látni hátul is? Tehát a szervezetünknek a legfontosabb energiát adó anyaga a szénhidrát, mégpedig a glükóz, a cukor. A táplálékkal, amit megeszünk, bekerül a szénhidrátok nagy halmaza a gyomrunkba, és ott lebomlik. És a lebomlott, bonyolult molekulájú cukrok átalakulnak egyszerű cukormolekulákká, glükózmolekulákká, amik már képesek a gyomorfalon keresztül felszívódni, és a véráram segítségével bejutnak a májba. És ez a máj, ez egy fantasztikusan becsületes és jól gazdálkodó raktáros. Mert amire nincs szükség, azt elraktározza, ahol pedig szükséget jeleznek, például ha valaki fut, és az izmai igénylik, hogy energiát kapjanak, akkor a májraktárakból a véráram útján mobilizálják a cukrot, és eljuttatják az izomzathoz. Tehát itt történik a gazdálkodás. Mi kell ahhoz, hogy egyáltalán ez az átalakulás, meg a szervezetnek a cukor felhasználó képessége működjön? Ezt fedezte fel Langerhans, aki rájött arra, hogy a hasnyálmirigyben vannak nagyon aranyos kis szigetecskék, amik termelnek egy anyagot, ezt hívják inzulinnak, és ez biztosítja azt, hogy az emberi szervezet felismerje a cukrot, és hasznosítani tudja. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni,
most beszéljünk sejtszintről, nagyon okosak leszünk, mert már sejtszinten gondolkodunk. Ez egy sejtünk. Itt van rajta egy kis ajtó, ezen keresztül megy be a cukormolekula, és ettől kezdve a sejt fel tudja használni a cukrot, elégeti, és nagyon boldog. És működik minden. Ahhoz, hogy ez az ajtó kinyíljon, hogy a zár megoldódjon, kell egy inzulin molekula. Tehát az inzulin nem más, mint egy kulcs, ami ebbe a zárba beleillik, itt van egy nagy kulcs, beleillik ebbe a zárba, és ha van inzulin jelen, akkor ez az ajtó a sejteken kinyílik, és a cukormolekula be tud menni, és hasznosulni fog. Ugye, hogy milyen egyszerű? Szerintem csodálatos. Mi történik akkor, ha valaki cukorbeteg lesz? Nem tudni igazán pontosan, hogy mitől, de valamilyen oknál fogva a szervezet elfelejti felismerni a kulcsot. Tehát ez a zár tönkre megy, és ettől kezdve az inzulin molekula, a kulcs nem illik bele. Tehát nem tud a cukormolekula hasznosulni a sejten belül, hanem ott toporog kint. A szervezet nem jut hozzá az energiát szolgáltató anyaghoz, a cukorhoz. És mi következik ebből? Egyre éhesebb lesz. Tehát egyre fáradékonyabb lesz az illető, akinél ez kialakul. Levert lesz. Elkezd fogyni. Hát persze, hogy fogy. Hát ez az alapvető energiaforrás nem áll rendelkezésre. Nincs mit égetni, mint amikor a kazán üresen működik, de nem tud, mert ahhoz fűtőanyag is kell. És ekkor jelenik meg a cukorbetegség, aminek nagyon jellemző tünete az, hogy sokat iszik a beteg, nagyon sokat pisil, és elkezd fogyni. És a fogyásának nem daganat az oka, meg nem gyomorfekély, hanem az az oka, hogy nincs energiát szolgáltató anyag. Úgy hívják ezt, és nagyon fontos, hogy tessenek tudni, ma már minden cukorbetegtől elvárjuk, hogy ezzel a fogalommal tisztában legyen, hogy a szervezet, amikor képtelen felismerni, tehát a zár képtelen felismerni a kulcsot, az inzulint, akkor azt mondjuk, hogy inzulinnal szemben rezisztens lesz, ellenáll. És megbolondult az egész mechanizmus. Inzulinrezisztencia alakul ki, közben a hasnyálmirigy dolgozik, tehát ő termeli rendületlenül az inzulint, csak éppen nem tud vele mit kezdeni. A sok inzulin is itt áll, hogy bebocsátást nyerjen a zárba. Ebből az következik, hogy a vérben az inzulin mennyisége egyre jobban emelkedik, egyre több inzulin termel a hasnyálmirigy, és egy idő után ez a termelés kimerül. És eljutunk oda, amikor már nem csak egy relatív, tehát egy viszonylagos inzulin hiány van, hiszen a betegség kezdetén még van inzulin bőven, csak nem ismeri fel a szervezetünk, hanem a végén, a végstádiumában a betegségnek már egy abszolút inzulin hiány van. Mert a hasnyálmirigynek ezeket az inzulin termelő sejtjeit, ez a buta rezisztens állapot kimeríti. Ugye, hogy érthető ez? Attól függően, hogy az élet megtartásához mennyire kell az inzulin, próbálták kategorizálni a betegséget. Van konkrét cukorbetegség, és vannak cukorbetegséget megelőző betegségek. Ezekkel a cukorbetegséget megelőző állapotokkal én nem nagyon akarok foglalkozni, ezek inkább ilyen orvosi besorolások. Egyetlen lényeges mondandó ezekkel kapcsolatban ide tartozik, amikor állandóan emelkedett az ébredéskor mért éhgyomri vércukorszint, illetve van egy olyan, amikor a glükózt nem tolerálja a szervezet. Ez csak annyiból érdekes, hogyha bárki ezt tapasztalja, hogy elküldik laborvizsgálatra, mert epen műtételez
És kiderül, hogy az éhgyomri vércukra pedig nem evett a vérvétel előtt, mondjuk 7-es. Aztán elmegy gerincsér műtétre, megint történik egy laborvizsgálat, és kiderül, hogy az éhgyomri vércukra 6,8-as. Hoppá! Akkor kell menni a doktorhoz. Akkor el kell menni, és meg kell kérni, hogy na járjunk utána, mert ez az előszobája a cukorbetegségnek. Tehát ez még nem az, de az lesz belőle. De a tényleges cukorbetegség, az többféleképpen kategorizálható. Három nagy csoportja az, amit megkülönböztetünk. Van az egyes típusú, vagy fiatalkori cukorbetegség. Tetszettek már róla hallani? Ezek általában kisgyerekkorban kezdődnek. Nem tudni, hogy miért, de a legtöbb esetben valamilyen immunbetegség idézi elő. Tehát valami immun folyamat okozza, hogy a szervezet, a zár nem ismeri fel az inzulint. Ezekre a betegekre az a jellemző, hogy ezeknél abszolút inzulin hiány van. Tehát ez pillanatok alatt kiég, és nincsen inzulin termelés. Ha ezek a betegek nem kapnak inzulint, meghalnak. A másik, amit régebben úgy hívtunk, hogy felnőttkori cukorbetegség, ott szintén egy inzulin rezisztencia van, tehát a szervezet nem ismeri fel és nem tudja jól használni az inzulint, de van inzulin termelés a szervezetben. Tehát kívülről beadva az inzulint, mint gyógyszert, ezek a betegek nagyon szépen életben tarthatók, hosszú életet élhetnek meg. És hát a kettes típusú cukorbetegeknek van olyan típusa is, vagy olyan csoportja is, akik nem feltétlenül igényelnek inzulin kezelést, hanem tablettával is segíthető ez az egész mechanizmus. És van még egy felnőttkori cukorbetegség típus, ez a gesztációs diabétesz, tehát amikor a terhesség alatt jön létre a cukorbetegség. Mi az, ami hajlamossá tesz minket erre? Hát ez a nagy kérdés, hogy mi lehet. Azt már mondtam, amikor a statisztikáról beszéltünk, hogy általában az anyagi jólét, a túltápláltság, aztán a mozgásszegény életmód, valamilyen immunbetegség, rendszerint valami fertőzés, és rendszerint a terhesség ideje alatt a magzatban kialakuló fertőzés, tehát ez idézheti elő, de nagyon sok egyéb oka is van a cukorbetegség létrejöttének. Nagyon érdekes az, hogy megfigyelték, hogy ha valakit korán tehéntejjel kezd etetni az anyukája, az is könnyebben lesz cukorbeteg. De tetszene tudni, hogy miért. Azért, mert az anyatej tele van mindenféle jó immunanyaggal, ami védi a szervezetet. Tehát ha ezt nem adjuk oda az újszülöttnek, akkor bizony ki vannak téve az ilyen veszélyeknek. Mindenképpen beszélnünk kell egy nagyon komplex és egy nagyon-nagyon kis alattomos sunyi betegség és tünetcsoportról, és ez a metabolikus szindróma. Szóval egyértelmű, hogy a kor előre haladtával, még egészséges emberben is mindig kicsit magasabb lesz a vércukorérték, az éhgyomri vércukorérték. Tehát abban is, aki egyáltalán nem cukorbeteg, meg soha nem lesz cukorbeteg. A vércukor szint az egy kicsit emelkedik. Hát persze, hogy emelkedik, mikor a hasnyálmirigy azért egy idő után, 80 év alatt már megkopik és veszít a fényéből. Igen ám, de a helytelen életmód, meg a túltáplálás, meg a mozgásszegény életmód együttesen létrehoznak egy olyan nagyon kedvezőtlen anyagcsere állapotot, amikor semmi nem működik jól. Tehát a cukorfelszívódás, a hasnyálmirigy inzulin termelése, a termelt inzulinnak a felismerése. És ezt az állapotot, tehát ezt a kedvezőtlen anyagcsere állapotot hívjuk metabolikus szindrómának. Ha valakinek ilyen van, tehát kövér, magas vérnyomása van, többet teszik, biztos többet teszik, mert elhízott, nem mozog eleget, hogyha
magasak a vérzsírjai, a koleszterinje, a trigliceridje, akkor biztos, hogy számítania kell arra, hogy cukorbeteg lesz, mert ő már ebben a metabolikus szindróma állapotban van. Tehát a magas vérnyomás, elmondom még egyszer, mert akinek van, az már számolhatja, hogy úristen, ezekből hány van nekem. A magas vérnyomás, a magas vérzsírszint, tehát koleszterinszint, az elhízás, a mozgásszegény életmód, a túltáplálás, ezek jelentik a cukorbetegségre hajlamosító, nagyon kedvezőtlen anyagcsere állapotot. Szeretnék valamit mutatni. Biztosan erről is tetszettek már hallani, hogy milyen elhízása az, ami hajlamosítja az embereket a cukorbetegségre, a metabolikus szindróma kialakulására és a szív- és érrendszeri haláloknak a kockázatát is megnöveli. Úgy hívjuk ezt, hogy ez a hasi típusú elhízás. Általában az a jellemző a férfiakra, meg ne sértődjön egy férfi sem, hogy a felső testük kövér, és pipaszár lábaik vannak. Jó nagy pocakjuk van. Talán a fenekük nem annyira nagy. Tehát ők az almák. Ők az almák. A nőkre pedig az a klasszikus Rubenszi idomokkal megáldott nő, aki inkább körte. Még egy kicsit a combja is benne van, de már rögtön itt a térde, és a lába már egészen csinos a lábszára. De széles a hasa, nagy a csípője, popó, megvan elől, hátul, domborulat, na ők a körték. Ezt lehet, hogy a férfiak nem szeretik, hanem jobban kedvelik a 20 éves nők idomait, de ez minket véd a metabolikus szindróma és a diabétesz kialakulásával szemben. A férfiak viszont nagyon is hajlamosak arra, hogy cukorbetegség kialakuljon náluk. Egyszerűen ez egy statisztikai tény, megfigyelték, bele lehet menni, hogy milyen típusú zsírszövet az, ami felhalmozódik, nincsen jelentősége. Ezt kell tudni, hogy tehát a két alkat nagyon is másképp viszonyul a későbbi betegségekhez. Borzasztó egyszerű szűrni azt a tényt, hogy valaki számíthat-e 1-5-10 év múlva cukorbetegség kialakulására. Hogyan kell ezt mérni? Először is meg kell mérni a vérnyomását. Tehát el kell menni a doktorhoz, vagy otthon venni kell egy vérnyomásmérőt, és azt kell mondani, hogy a vérnyomás 140/90, ez volt a klasszikus. Ma már nem mondjuk ezt. Ma már azt mondjuk, hogy 130/80. Azt, hogy életkor, hogy nem is tudom, hogy 100 mínusz életkor, vagy mit tudom, ezt én nem is tudom. Tehát olyan nincs. Ez van. Ne legyen nagyobb. Tehát vérnyomást mérünk. Megnézzük, hogy mennyi a testsúlyunk. Mennyi a testtömegindex? Ugye nem csak kilogramban mérjük azt, hogy ideális a testsúly, hanem testtömegindexben, amikor a testsúlyunkat elosztjuk a testmagasság négyzetével, és ebből lesz a testtömegindex, a body mass index, ami ha 27-nél nagyobb, akkor nagyon valószínű, hogy a cukorbetegség kialakulása fenyeget. Megmérjük a haskörfogatunkat, közönséges centivel, a köldök magasságában. Férfiaknál, az almáknál 94 centi még megengedett. Az még belefér. Nőknél, körülbelül itt lehet a köldöke, 80 centi. Bizony. Na, most ha itt próbát tennék, kinek lenne 80 centis? Tessenek elgondolni, hogy milyen egyszerű módszer. Három dolog van, tehát egy vérnyomásmérés, egy haskörfogatmérés, meg kiszámolom, mennyi a magasságom, meg ráállok a mérlegre, és ebből a három dologból én már majdhogy nem 100%-osan előre tudom vetíteni a saját sorsomat. És ettől kezdve az én kezemben van az, hogy mi történik.
nem számítva persze, ha valakinek van egy hasnyálmirigy, mit tudom én, cisztája, és kiveszik a hasnyálmirigyét, az biztos, hogy cukorbeteg lesz szegény, na de azért ez a ritkább eset. Aztán nagyon hajlamosít a cukorbetegség és a metabolikus szindróma kialakulására az, ha valaki 4000 g-nál nagyobb gyermeket szült, akkor ő, az anya valószínűleg cukorbeteg lesz. Tehát 4000 g-nál nagyobb a gyermeke. Vagy ha a rokonságában egyenes ágon van cukorbeteg, vagy van esetleg korán, fiatal életkorban szív- vagy agyi katasztrófa következtében meghalt rokona. Tehát általában a nőknél 55 éves kor, a férfiaknál 45 éves kor alatti korai halálozás, ha a rokonság körében van. Aztán nagyon figyelmeztető jel az, ha valaki úgy születik egy egészséges terhesség után, hogy kicsi a testsúlya, 2500 g alatti súllyal születik, akkor ez az újszülött, ez az apróka újszülött, majd felnőtt korában, 40 év múlva lehetséges, hogy cukorbeteg lesz. És nagyon hajlamosít minket a cukorbetegségre az, ha már eleve van valamilyen szívbetegségünk, van érelmeszesedésünk, akkor szinte vagy magas vérnyomásunk, vagy rossz a koleszterin szintünk. No, ez így ugye eddig teljesen kerek. Oké. Mit lehet tenni? Na, hát nyilván minden orvos és minden beteg azt szeretné, hogyha a betegségek nem alakulnának ki, hanem meg tudnánk őket előzni. Ez a cél. Van olyan betegség, amit nem lehet megelőzni. Tehát a legjobb szándék, meg a legfejlettebb tudomány ellenére sem. De ha már valaki metabolikus szindrómás állapotba kerül, tehát hipertóniás, súlyfölöslege van, nem mozgott, magas a koleszterinje, megint ismétlem, hogy rögzüljön, akkor mit csináljon? Meg kell próbálni úgy étkezni, hogy az egy normál anyagcsere állapotot teremtsen. Ugyanis nagyon érdekes, hogy a szervezet, a hasnyálmirigy pontosabban, amikor inzulin termel, ez a nap folyamán nem mindig azonos intenzitással történik. Tehát a kora reggeli órákban és a késő délutáni órákban relatíve kevesebb az inzulin termelés. Ez a napszaki ritmus vagy napszaki váltakozás, ami minden embernél így van. Meg ne kérdezzék, hogy miért van, nincs is jelentősége. De ebből az következik, hogy reggel, meg kora este, tehát pont vacsora előtt, kevesebb inzulin van a szervezetben, tehát a vércukrunk eleve magasabb. Ebből az következik, hogy az étrendet úgy célszerű összeállítani, hogy ne ezekben az időpontokban együk a jó szénhidrát dús kajákat, hanem azt hagyjuk meg délre, amikor a szervezetünk sokkal több, relatíve több inzulin termel. Azt mondják, hogy az a jó arány, ismerik ezt a táplálkozási piramist, hogy hogyan álljon össze az ételeknek az összetétele, hogy a legtöbb energiát adó táplálékunk körülbelül 50-55% arányban a szénhidrát legyen. Kevesebb legyen a zsíroknak a bevitele, az körülbelül 30%, és legyen egy kevés fehérje, hát rosszak az arányok, de nem baj, az körülbelül 20%, és lehetőleg még élelmiszeri rostokat kell bevinni. Élelmi rostok. Ez azért fontos, mert ha csak simán megeszik valaki egy kanál cukrot, az nagyon gyorsan felszívódik a gyomrából. Nincs semmi gond. De ha ez a cukor be van ágyazva fehérjébe, zsírba, tehát mondjuk egy kekszet eszik meg, ami ugye sok minden, tehát mindenféle összetevőt tartalmaz, pláne ha mondjuk zappelyhes sütit eszik, amiben van élelmirost is,
akkor az ebből a kekszből felszabaduló cukormennyiség sokkal lassabban tud felszívódni, mert a zsírok, meg a fehérjék, meg az élelmirostok nem engedik a gyors felszívódást. És ez azért jó, mert ha lassan kerül a vérbe az energiát adó cukormennyiség, akkor nincs egy ilyen bombasztikus ráhatás a hasnyálmirigybe, hogy hirtelen most nagyon sok cukrot kell termelni. Mert mi az az inzulin termelés lényege, hogy a szervezetünk termeli az inzulint, mi bevisszük a cukrot az étellel, ő ad hozzá nekünk, a hasnyálmirigy ad egy kis inzulint, a cukor elég, van energiánk. Tehát ő azért dolgozik, hogy a cukrot elégesse. Ha hirtelen sok cukrot viszünk a gyomrunkba, az se tudja, hova kapjon. Annyi inzulint kell hirtelen termelnie, és ez az állapot, ezek a hirtelen szénhidrát bombák borzasztó mértékben megtermelik az inzulin termelő szigetecskéket, és sokkal könnyebben alakul ki az inzulin rezisztencia állapota. Aszerint, hogy a táplálékok milyen hirtelen tudják emelni a vérben a vércukor szintjét, beszélnünk kell egy fogalomról, ez pedig a glikémiás index. A glikémia, ha magyarra lefordítom, azt jelenti, hogy a vérben levő cukormennyiség. Tehát meghatározták azt nagyon sok kajáról, hogy nem tudom én, 5 egység vércukor emeléshez mennyit kell belőlük bevinni. Például a szőlőcukor, a sima kristálycukor, tehát a glükóz hirtelen emelik a vércukorszintet, ezeknek a glikémiás indexe, tehát a vérben a vércukrot emelő hatásuk nagyon nagy. Ez nem jó étel. A gabonafélék, a lisztes áruk, a sütemények, amelyekben már a cukor mellett, vagy a szénhidrát mellett ott van a fehérje, a zsír, az élelmirost, ezek valamivel lassabban emelik meg a vércukorszintet, ezek a közepes glikémiás indexű ételek. Ezek már inkább ehetők, de azért nem ezek az igazán egészségesek, hanem az alacsony glikémiás indexű ételek, amik a zöldségfélék, a párolt répapára, a spenót, a sóska, hadd ne soroljam. No, tehát tulajdonképpen, amikor valaki egy veszélyeztetett állapotba kerül, és erre rájön, és megérti azt, hogy ahhoz, hogy az egészségét megőrizze, neki magának kell tenni. Tehát saját magának kell eldönteni, hogy mit teszik, mennyit teszik, milyen összetételű étel teszik, milyen glikémiás indexű étel teszik. Ehhez nagyon sok, nagyon jó segédanyag áll ma már rendelkezésre. Most egyébként is óriási divatja van a főzésnek, mindenki főz, tévében, rádióban, mindenhol, tehát ez egy biztos siker, úgyhogy mindenki hozzájuthat az ilyen írásos anyagokhoz. Azon gondolkodom, ja igen, hogy a gyakorlat számára. Én teljesen megértem, hogy amikor kiderül valakiről, hogy a cukorbetegség előszobájában áll, tehát metabolikus szindrómája van, ugye micsoda, kövér, nem mozog, magas vérnyomása van, magas a vérzsírja, inzulin rezisztenciája van már, és én azt mondom neki, hogy tessék ide figyelni, hát mostantól legyen 6 g barna kenyér a reggeli, és akkor ehhez tessék venni 10 dek a sovány felvágottat, hát biztos borsózik a hátán a hideg, hogy most elkezdi méricskélni, hogy 6 g. Hát ez borzasztó. Pláne, ha valaki dolgozik, és ugye nem otthon van, hanem rohan a munkába. Nagyon egyszerű módszereket szoktak a dietetikusok ajánlani, mert azért a mai élet már sokkal elfogadóbb, sokkal megengedőbb. Amikor én kezdtem az orvoskodást, akkor még a cukorbetegek diétás oktatása másból se áll, csak abból, hogy ez se szabad, az se szabad, amaz sem szabad. És akkor megkérdezte a beteg, hogy és akkor mit szabad? Mert levegővel nem tudok kaszálni a réten. És igaza volt.
Ma nem így van. Ma azt mondjuk, hogy minden szabad, csak meg kell találni a megfelelő arányokat. Tehát meg kell találni azt, hogy miközben szem előtt tartjuk, hogy lehetőleg a tápanyagunknak az 55%-át ne lépje túl a szénhidrátok mennyisége, 30%-nyi legyen a zsír, 20% a fehérje, és legyen élelmirost is. Ezen belül, attól függően, hogy mi a célunk, óriási választási lehetőségeink vannak. Mert aki túlsúlyos, az azt mondja, hogy kalóriaszegény étrendet vezetek be, tehát lecsökkentem a bevitt kalóriát. Tetszene tudni, hogy mennyit éget el 1 gram cukor? 1 gram cukor az 4 kalóriának felel meg. Nem is olyan kevés. A zsír az viszont 9. A fehérje az ugyanannyi, mint a szénhidrát. Tehát, ha fogyni akar, kevesebb összkalória mennyiséget visz be, és nyilván arányosan csökkenti mindegyik összetevőnek a mennyiségét. És nagyon jó pofa, hogy szokták ajánlani a diétás nővérek, hogy igen, az a legjobb, ha valaki a betegség kezdetén vesz egy mérleget, és akkor az például a reggel szokásos kenyérszeletét oda teszi és megméri, hogy 6 gram vagy 8 gram, mert az ő keze mindig arra a vastagságú kenyérszeletre van ráállva, tehát ha egyszer megméri, akkor már az rögzül, és fogja tudni, hogy milyen szénhidráttal számoljon. De nagyon egyszerű a tenyérmérték, és ehhez nem kell mérleg. A tenyere mindenkinek relatíve állandó, illetve ahogy növünk, az életkorral követ minket. Tehát arányosan a tenyér úgy nő, ahogy a testsúlyunk. És az, ami a tenyerünkben elfér, vagy marék mérték, az az elfogadható és megengedett adag. Az a kenyérszelet, ami ráfér a tenyeremre, az a megengedett szeletkenyér. És tessenek kipróbálni, ha csak nem ilyen szeletet vág le valaki direkt, hogy engem megtéveszen, akkor tuti, hogy 6-7 grammos kenyérszeletet fog vágni. Egy ilyen újnyi vastag, ide fér a tenyeremre, az annyi lesz. Ha azt mondom, hogy rizst főzök a garnirunként a húsi mellé, akkor ami a markomban elfér. Cukorból is, tehát kristálycukorból, ami a markomban elfér. Ez az egyszeri megengedhető adag. És ez szerintem borzasztóan jó pofa, és nagyon, ugyanez lehetne a zsírral, meg mindennel, de ezt egyébként nagyanyáink is használták. Hát anyukám engem úgy tanított, hogy a leves tészta adagja, ahány ember, annyi marék, ha nagyon jót akarsz, akkor még plusz egyet a fazéknak is adjál. Hát én ezt így tanultam. Na, tehát ez garantáltan beválik. A másik pedig, amit lehet használni, az a tányérmérték. Azért annak ellenére, hogy ma a gasztronómia virágzása idején ugye vannak szögletes tányérok éttermekben, ekkora nagy pizzás tányérok, meg mit tudom én még, többnyire a leveses meg a második fogásos tányérok mérete azonos. És ha az ember azt mondja, hogy a tányérnak a lapját megharmadolja, akkor már is eleget tud tenni annak, hogy egészségesen egyen. Tehát egyharmad részbe teszi bele a garnirungot, a szénhidrátot, egyharmadba teszi a húsit, és egyharmadba teszi a zöldséget, amiben már a rostok is benne vannak. Na most ez nem egy általam szabadalmaztatott eljárás, de én nem egyszer találkozom ezzel a diétás füzetecskékbe, amiket szoktunk betegeknek adni, és én szerintem nagyon egyszerű és sokkal barátságosabb, mintha azt mondom, hogy tessék szépen a hóna alá venni a mérleget, és akkor 2 éven keresztül mindent lemérni, megírni. Egyébként az igazi cukorbeteg gondozáson, egyes típusú cukorbetegeknél ez így történik. Kezdetben ez így megy. Vagy ha valakinek már cukorbetegség miatti szövődményei vannak, akkor ez így megy, amíg meg nem tanulja. Hát azt gondolom, hogy elmondtam, amit szerettem volna mondani. Ha esetleg van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok, vagy megpróbálok rá válaszolni.
Tulajdonképpen az volt a célom, hogy egyrészt felhívjam a figyelmet, másrészt egy kicsit elmélyítsem azt a tudást, amivel önök egyébként is rendelkeznek, hogy mi is az egészséges élet és a hosszú élet titka. Az, hogy ideális legyen a súlyunk, hogy jó legyen a vérnyomásunk, hogy mozogjunk, mennyit mozogjunk. Napi 20 perc. És ez a mozgás nagyon lényeges, hogy egyenletes és a testet szimmetrikusan terhelő mozgás legyen. Tehát minden olyan mozgás jó, ami egyformán terheli a két oldalunkat. Séta, kocogás, kerékpár, futás, nagyon jó. Nem jó a labdajáték, abszolút rossz. De nem is lehet jó, mert ez nem szimmetrikus terhelés, mert hol jobbra kell kinyúlni, hol balra kell kinyúlni. Tehát ez nem. Tehát ami szimmetrikusan terhel, az jó, és lehetőség szerint napi 20 percet, és akkor már mindent megtettünk. Tehát ezek az egészséges és hosszú élet titkai. Hogy aztán mennyire lesz hosszú, fogalmam sincs, erre ugye garancia nincs. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon aranyos vicc, amit zárásként szeretnék elmondani. Biztosan sokan ismerik, amikor elmegy az idősödő bácsi a házi orvosához, és megkérdezi, hogy doktor úr, el tudná nekem mondani, hogy mi a hosszú élet titka? Hát gondolkodik az orvos, és azt mondja, hogy hát ne tessék mértéktelenül enni, alkoholt fogyasztani, dohányozni tilos, sokat kell mozogni, kevés szénhidrát, kevés csokoládé, annál több zöldség. És a beteg az így hallgatja, és azt mondja, hogy Úristen, és biztos, hogy akkor hosszú ideig fogok élni? Hát azt nem tudom, mondja az orvos, de hogy nagyon hosszúnak fog tűnni az egészen biztos. Na, hát ennyi. Köszönöm szépen.